Na, sziasztok! Ma egy kicsit freeride extrémezünk. Megpróbáljuk megcsinálni az extrém küldetéseket. Egyet tudok, amit szeretnék kipróbálni. A robbanóautósat. Amikor, ha nem mész elég gyorsan, akkor robbanni fog. Már amúgy a... Peko? Ja, 19. Már amúgy megcsináltam azt, hogy átállítottam mérföld per órára, mert a játék csak mérföldben írja ki. Nincs kedvem át számolgatni, meg szórakozni vele, hogy mennyivel kell mennem, meg egyebek, így egy kicsit könnyebb. Nem tudom, hányszor fogok felrobbanni, nem tudom a pontos útvonalat se amúgy, ezt bevallom őszintén. Most próbálom meg kitalálni majd. Úgy emlékszem, hogy a map másik oldalának az aljára kell vinni, úgyhogy megpróbálunk a... Megpróbálunk a lehető leg... egyenesebb, legszélesebb utakon menni. 34? 36-ra emlékeztem valami miatt. Mondjuk a 34 az jobb, kettővel kevesebb, mint a 36. Úgyhogy, hát jó párszor robbanni fogunk. Lehet, hogy ebből a részből kivágdosom majd azokat a videókat, amik egyesével, tehát hogy lesz külön-külön is, hogyha sikerül. Tehát lesz egy nagy rész, legalábbis így tervezem. Lesz egy nagy rész, ami tele van ezekkel az útvonalakkal, és azzal, ahogy megpróbáljuk megoldani az adott feladatot. Plusz lesz egy olyan, amit csak külön kivágok és berakom, hogy így oldottam meg a dolgot. Tehát ilyen tutoriálszerűség lesz belőle. Itt felmegyünk. Útaki! Na, itt megyünk tovább egyenesen, be az alagútba, és utána ott a Little Italy-n megpróbálunk körbe menni, és ott a vastag úton végig tekerni. Nekem azt tűnik, így a térképet nézegetve, a legértelmesebbnek. Talán itt veszítjük a legtöbb, vagy legkevesebb sebességet a kanyarokban, mivel hogy itt azért vastag kanyarok vannak, vagy széles kanyarok vannak. Lehet, meg kellene próbálni úgy bevenni a kanyart, hogy bal oldalról fordulunk, és akkor elég... nem tudom, itt fog majd kiderülni, hogy melyik oldalról van értelme megcsinálni. Mert hogyha ide kijövök, és a kanyar előtt elkezdek befordulni, és úgymond kicsit egyenesítek a kanyaron, akkor könnyebb lesz befordulnunk. Így. Ha nem jön szembe senki. Mert még így is visszaesett 40-re. Tehát, hogy azért... itt most a következő rész az arról szól, hogy megpróbálunk addig visszagyorsulni, hogy itt is ugyanazt a technikát be tudjuk vetni. Ne fordulj elém! Eddig jó! Még egy pár ilyen kanyar, úgy látom. Onnan lent már az nem lesz vészes. Megy el eszembe velem? Hát szóval se jutok. De jó lesz. Itt már elvileg még az a nagy éles kanyar lett volna, és elvileg ott vagyunk valahol a környéken. Az a baj, hogy nem látom a térképen, hogy hová kell menni pontosan. És így elég nehéz, hogy megtervezzem az útvonalat. De itt már lementünk volna oda alulra, teljesen az alsó útra.
Extrémezni nem nagyon extrémeztem még. Tehát ez az első ilyen freeride extrém, amit megpróbálok amúgy amennyire csak lehet végigvinni. Nem nagyon játszottam még vele. Azt hiszem kipróbáltam, és van a Running Man, vagy valami ilyesmi küldetés, ahol Speedy Gonzalez, a csókát kell elkapnunk. Hát... ez így nagyon nem jó, ez így... Kis lábujjam is zsibbadtam. Az a baj, hogy ebbe annyira bele tudja magát élni néha az ember. Bár mondjuk az a jó játék szerintem, ami úgy be tudja rántani az embert magába. Tehát nem csak az, hogy azért szeretsz vele játszani, mert mondjuk csak kikapcsol, hanem azért, mert bele is tudod magad élni abba a dologba, amit éppen csinálsz. Hát nem tagadom, amúgy retkesül ideges vagyok. Ó, nem már! Hát én így még sose jártam. Azt majd végrendeletbe fogom foglaltatni egyszer. Hogy... meghalok, akkor mindig a fejfára írnak valamit. Én csak ennyit akarok ráíratni, hogy hát én így még sose jártam. Szerintem a legjobb. És ez tipikusan rám vallana ez a mondat. Megpróbálok azért nem száguldozni, mert minél jobban száguldozok, annál rosszabb a sebességvesztésünk egy ilyen kanyarnál. Ez így még jó, 40 fölött vagyunk. Na, akkor innentől egy kicsit egyenes, de ne zárjatok már össze! Játék, köszi! Ebben azért rendes voltál most. Ez a szerencsétlen éppen most gondolta úgy, hogy le akar fordulni. Ettől az alagúttól félek csak, tehát hogy ez már amikor először kitaláltam az útvonalat, akkor is az volt az egyetlen egy problémám, hogy itt előfordulhat az, hogy úgy, ahogy az előzőben is, összezárnak az autók előtted. És az egyik sávban lassabban mennek, a másikban gyorsabban, tehát hogy még véletlenül se tudsz átszlalomozni közöttük. Nem baj, eddig jók vagyunk. Villamos! Ó, te pont rossz helyen mész. Megpróbálok előtted becsapni. Ez így jó, eddig jó. 40 fölött vagyunk, még mindig. Na, itt lesz még egy kérdés. Hogy itt meg tudom-e oldani. Eddig jó! Hát úgy gondoltam amúgy a játék után, hogy még próbáljuk már meg kimaxolni amennyire... Ennél az utolsó kanyarnál figyelni kell, itt valahogy ki kell mennem balra, úgy látom, mert ide mindig beteszi az autókat. Tehát nem tudom szépen kikerülni őket. Ez pedig már majdnem jó volt. Mert tényleg a lehető legmesszebb eljutottunk vele.
ott már csak azt az egy kanyart kell valahogy kibekkelni. Ha az az egy kanyar meg lenne, onnan már elvileg nem vészes, tehát ott lent az a 45 fokos kanyar az azért nem olyan rossz, mint a 90-es, amiben most próbálunk mindig befordulni. Ott szerintem még, hogyha jönnek is... Na ezért nem szabad gyorsan menni amúgy ilyenkor. Most elbaszarintottad nekem a kanyart. Az az egy elrontotta a kanyaromat. Dühös vagyok. Morcos. Na, gyerekek. Húzzatok előlem, mert robbanok. Kirobbanó a teljesítményem ma. Szevasztok! Na, gyerünk, koncentrálj. Hogy az anyátokat. Ne fordulj ki! Paf. Húzódj! Állj előlem, jön belőlem! Jó, csak ez meg ne dobja, ez annyira szereti, hogy ez a villamos középvonal megdobálni az autót. Szerintem a sima játékban is volt olyan, amikor megdobott. Vagy lehet, hogy csak amikor mentem A-ból B-be? Nem, szerintem valamelyik részben megdobott. Az a baj, hogy ezek a részek attól függetlenül, hogy egymás után jönnek ki, legtöbbször nem egymás utáni napokon vannak felvéve, hanem van olyan, amikor akár napok is kimaradnak, vagy még volt olyan, amikor egy hét is kimaradt a két felvétel között. Úgyhogy... meglátjuk, hogy... most ebből mit tudunk kihozni. És itt is úgy lesz valószínűleg, hogy elmegy egy-két rész a... ebből az extrémből, utána úgyis kicsit pihenő, mert amúgy ezek eléggé komoly kihívások. Nem feltétlenül lesz idegrendszerem mindegyiket csinálni rendszeresen. Ó, édes Isten, fordulj már lefelé! Ne gyere ki elém. Jó, eddig jók vagyunk. Eddig már eljutottunk egy párszor. Most jön a következő próbálkozás. Úgy, lassíts. Most hátha. Egyes volt velünk a játék. Jó, hát innentől kezdve amúgy elvileg ez az út. Ó, oda kell menni, az nagyon jó. Hát innentől kezdve amúgy nagy kihívás nincs benne, mert ez a kanyar, ez már megvan. Ott van még egy, hát olyan nagyjából 30 fokos. Ez innentől kezdve gyerekjáték, eddig volt nehéz, úgy látom, eljutni. Na most még, jó, persze, tehát még megszapadhat a játék. Ilyenekkel. Jó, eddig jók vagyunk. És... valahova ide. Ott a kocsi! Sikerült! Játék elmentve. Nagyon jó. Menteges csak. De szépen nézel ki, haver. Taxi!
Erre? Mivel kell? Nem? Jé, tudok ilyet is. Jó, akkor jövök rá, nem? Nem tudom, mivel kell sebességet váltani ilyenkor. Ki akartam tenni üresbe. Na, nem baj. Menjünk egy kicsit garázd. Ez nem tudom, mit akar. Nem. Megyünk haza, visszük az autót. Ott is van egy sárga. Ja nem, az egy hordó. Bocsi! Vak vagyok! És világtalan. Jó, az reflex volt, öcsém. Nem tudtam, mennyire fékez jól, azért próbálgatom a féket, mert hát azért itt el lehet szállni elég szépen. Azért nyomkodom itt a féket rá, hogy lássam, hogy egyáltalán milyen tempóval állunk meg, de amúgy a gyári autókhoz képest szerintem jobb a fék. Mondjuk hát akkor a kerekekkel, ami van alatt, a legtöbb kocsinak harmadekkora van, meg negyedekkora. Azokon a Weasley kerekeken nem csodálom, hogy nem bírunk megállni legtöbbször. Haza visszük a házhoz. Nem tudom, hol van ilyenkor parkoló, azt meg kellene néznem, hogy hová tudom letárolni az autóimat. Egyáltalán ilyenkor ugyanúgy mondjuk Salieri-hez be tudom őket vinni? Az lehet. Ezt megnézem mindjárt, valahol utána keresek, hogy hol van a Freeride Extreme-ben a mentéspont. Mármint, hogy... Most szivatsz. Hát az nem fog menni így. Autósba vissza kell. Ja, ott a kocsim amúgy. Miért akarok lopni egy másikat, mikor ott a sárga? Ilyenkor amúgy ő mond még valamit? Köszönjük a segítséget, jó fej voltál. Nem, innentől kezdve csak ő hát szobrozik. Gyorsan megborítottam, nem? Azért ez tudni kell. 2 perce van nálam az autó, és már borítom. Túl nagy problémája nincs, nincsen hátsó lámpám. Az legyen a legkisebb gond. És... Itt a másodiknál kell lemenni, ugye? Itt. Észre fogom venni, mert ott van szembe velem a csóka. Ott. Az lesz ott a sarkon a Running Man, nem? Nem akarom még őt. Na, első megvan. A öcsém azt innen most, hogy megyek haza? Mármint, hogy vissza. Lahova. Merje. Azt megnézzük,
Játék elmentve. Ez az. Nagyon jó. Erre volt szükségünk. HP még nem kell. Nos. Menjünk ki. Őt még nem akarom. Én mit szerencsétlenkedtek itt? Na mindegy. Menjünk, nézzünk valamilyen másik küldetést. Én úgy tudom, nincsenek rendőrök. Miért van lezárva? Azért, hogy szívesen. Ő, anyám. Jó, ott loptál te is. Menjünk ki. Erre. Világító torony segítségével keresünk valami olyat, amit úgy felismerünk, hogy hol van. Vigyi! Úgy gyerekek, adjátok valami erősebb autót, mert kírva fog akadni. Hát, ha útközben találunk valami olyat, amit lehet gyepálni egy kicsit. Az baj, hogy olyan normálisabb autók itt most nincsenek. Tehát, hogy az én narancssárgám volt az, ami még valamire használható. És itt minden más, ami jön velem szembe, tehát ez is egy sima narancssárga. Nincsenek a csövek az oldalán, tehát nem tuningolt. Nem baj. Eljövünk ide. Ó, várjál, mert vízli kerekek, ez belecsúszik itt nekem a vízbe. Akkor nagyon-nagyon nagy bajban leszünk. Kész. Vagyunk. Világtorony. Mondjad, mit tudsz. Ez itt van a izébe. A másik lejáratánál a hílnek. Versenyautó. Hol van ez? Hol van ez? Hol van ez? Morello's Lunch Bar. Van ilyen is? Hello, ez ugyanaz. Itt jöttünk el mellette. Ott kell megverni a sarkon a csókát. Az a baj, hogy nem tudom, még. Jó, az úgy látom, most ugyanazokat akarja visszaadogatni. Van egy olyan ötletem. Meg valami autót vadászok magamnak. Ezzel mire hazaérünk, mondjuk így se vagyok gyorsabb, mert így megszaladok. Nem gond. Ott az út. Az nem kell. Az se kell. Az kellene. Az is jó. Á, ott jön egy narancssárga, az nekünk tökéletes. Pék! Hát szerintem sose állsz meg. Baseball zütővel. Igen, megmutattam én neked. Vegyünk amúgy egy kört. Gyere, futika.
Felnézünk a hegyre, mert hogy a másik oldalon, ha lejövök, akkor ott lesz a... a másik csúka, a talpánál, vagy a lábánál a hegynek. Talpánál. A hegy talpánál raktunk egy tüzet. Fuss, fuss! Gyerünk, kacsag! Ardi, jó edzés van! Vajon meddig szalad utánunk? Ezen már biztos nem szalad keresztül. Jó, hát még ez sem a legjobb autó amúgy. Majd a narancssárgáját elszaladunk és visszavisszük a házhoz, hogy ott legyen, mert amúgy minden autót oda fogunk majd visszavinni valószínűleg. Na nézzünk itt szét. Hát itt addig semmi. Igen, mondjuk, hogyha a kamerát nem baszagatnám, akkor még lenne esélyem arra is, hogy ki tudok úgy fordulni, hogy nem megyek bele senkibe. Jaj, jó öreg területek, ezeket úgy szerettük, amikor itt fent voltunk a Oak Hill-en. Jajajaj! Na nézzük meg őt! Hi, Howard! How are you? Ha az összes bumper egy extra használod ezt az autót, ha nincs ennél jobb. Hát ennél nincs jobb. Ez jó autó. Mit kell csinálni? Egy bomba. Időre megy! Be kell mennünk oda középre. Jaj, de jó. Innen legegyszerűbben, hát csak visszafelé tudok lejutni. Hát ezt is megtarthatjuk amúgy. Feketében amúgy jobban néz ki szerintem. Egy ilyen sötét színűben. Mint narancsban. Itt a hegyen lemenni. De életveszélyes lesz. Időre megy, Rozika. Toljad neki. Nyomd ki a szemét! Hú, de rohadt kanyargós. Itt ahogy van lehetőségünk, amúgy vágunk belőle. Hát ebben nincsen lehetőség. Hát elég csekély lehetőségünk van lejönni, úgyhogy nem rombolunk szép mindent. Nem borulunk fel, de itt már amúgy van. Erről is tudok valamennyit. Tehát azért szaladtam oda, mert láttam, hogy ez a bombás. Azt nem tudom, hogy pontosan mit kell csinálni, meg hogy mi lesz a vége, de azt tudtam, hogy oda fel kell szaladnom. Ott egy bomba. Jaj. Megpróbálok majd még későbbiekben ilyen multiplayer-ebb játékokat összehozni a srácokkal. Itt egy bomba. Hát ezt így nagyon kicentisztük amúgy, csak úgy jelzem. Templomnál van. Oda hogy jutunk el a leggyorsabban?
itt le. Toljad neki. Megyünk egyenesen át. Mi van? Hát elindulni nem tudok ennyi idő alatt, nem? Hogy izé bombát megkeresni. Rozika, hát de szopatol. Gyorsan. Az baj. Szerintem ezt most vesztettük el. Azzal, hogy felborult az autó. Jó, kizsírozott szakadékban azért ez is tud menni. De szerintem azzal, hogy felborultam, ez nem fog olyan gyorsan menni. Há? Esélytelen, hogy odaérjek. Nem megy felfelé a dombon. Lefelé tök jó, mert amúgy olyankor kapjuk a lendületet. Ez az villamos pont elhúzott előttünk. Jó irányba megyek, jó irányba megyek. Úúú, anyám! Ott nagyon gyorsan nézni kell valami autót, hogyha megállunk. Eljutok addig. Még van egy fél percem. Ide kell jönni. Negyed perc. Állj már meg! Szállj már ki! Station? Van ilyen? A játékon belül? Hű, na ide biztos, hogy nem. Nagyon gyorsan, hát ha valamit ott ő megáll. Lehet, hogy most éppen ezzel rontjuk el, de... Ez egy icipicivel gyorsabb. Engedj el! Engedj be! Így legalább nem kellett feltörni. Hát jó, de ez sem egy amúgy. Mert ez a gyengébbik verzió. Tehát az, amit kaptunk, a fekete, meg a mi eredeti narancssárgánk, az mind a kettő gyorsabb. Mert az a tuningolt verzió, amit a... Ajaj. Ez is jó. Így jó, köszi! Térre tart. Ha a hídig eljutunk úgy, hogy van egy percünk hátra, akkor valószínű még meg tudom csinálni. Bocsi! Ne haragudj, anyóka! Nem direkt volt! Most ne nyílj fel! Öcsém, megállok az autó felfelé a dombon! Azért lett volna jó a fekete! Jó. A stationhöz sose kellett elmennünk, és én így nem is tudom, hogy ez hol van. Most megtanuljuk legalább a várost egy kicsit jobban. Á, egy percünk van, ez így még jó. Ennyi innen? Villanyos? Az olyan satut tud vágni, bazd meg. Gyerünk, 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 gyerünk. Itt van a bejárat, és ide, ott van, ott van, ott van, ott van, ott van, ott van, és még van egy fél percünk. Úgyhogy kocsit is loptunk. Annyira nem vészes, úgy látom ez a küldetés. Ahova? Hát ezt úgy fogjuk megoldani, engedje, hogy itt megyünk le. Megpróbálunk a lehető legkisebb olyan helyeket mutatom ugye a játék, hogy az életben nem jártam még szerintem ott. Baj, tényleg ennyiből jó, hogy legalább egy kicsit felfedezzük a területet is. Tényleg jó lett volna, hogyha az a takony nem borul fel. Itt megyünk a villamos vonalon. Ez a legértelmesebb szerintem.
Bár, hát, tudja fene, ott lehet, hogy át lehetett volna csapni. Ott egyen lejjebb, ott a házak között át lehet elvileg menni. Ott a... Ott is volt valami. Ja, egy fehér autóval, egy csóka. Ne. Jó, hát csak ez a baj vele, tehát hogy... Menjél meg! Ez is nagyon ki lesz centízve. Oda. Épp mi már megyünk árkombokron keresztül. Száj! Hát nem hiszem el! Ez itt van a beje... Tudom... Várjál, nem, ez Salieri-nél van. Ó, jaj. Az baj. Megyünk ide-vissza. Salierihez amúgy rövidítünk. Igen. Ott megyünk, ahol a versenyautót vittük itt keresztbe át a kis utcán. Ezt mondtam, hogy amúgy ide át lehetett volna jönni szembe. Salierinél a... Ralfi... Én olyan méniákus vagyok. Még itt is átmegyünk egyenesen. Hát szeretném, ha kanyarodnál, hogy a fene megesz. Jó, bocsi! Nem direkt volt. És nem ennél megyünk fel, hanem még egyel feljebb. Mert itt felesleges, hanem ott felmegyünk, át jobbra keresztbe az úton, és ott már egyből oda jutunk Salierihez. Tehát itt le. Szeretném, ha fordulna. Köszi! Valamilyen szinten ez így... Ó, de jó lett volna, hogyha egy kicsit jobb autóval tudunk eljönni. Még én amúgy most néztem, hogy a benzin egyáltalán van-e ebben a gépsasban. A sárgák találkozása. Így, ide be. Ide le. És ott van fent. Hát még ez is annyira aránylag. Jó, figyelj, ki van centízve. Tehát, hogy ez tény, hogy egyetlen egy hiba. Hát ez mi a jó anyám? Vasútállomás. Oké. És az hol van? Persze! Jó, akkor itt úgy megyünk, hogy szerintem felmegyünk Chinatownba. Mert én úgy látom, hogy ott eléggé felfelé kell mennünk. Úgyhogy itt átcsapunk a szokásos helyen. Én úgy szeretném, hogyha nyomnád neki a gázt, haver, mert amúgy ez így minden, csak nem sebesség. Ugye, ha meg tudjuk csinálni, az úgy nézett ki, mint egy rendőr. Mondom, hát még sose láttam itt rendőrt. Tekerünk, tekerünk, tekerünk. Nyomjad neki! Gáz belegizi! Az itt így jó? Á, hogy az a vasútállomás? Mondom, az életben nem jártam. Tehát azok a helyek, ahová vitt a küldetés, maga a fő küldetés, az mind megvan. Úgy nagyjából, meg ahol úgy rendszeresen járkálni kellett. De ezek az épületek, amiket itt most mutogat, tehát hogy azt sem tudom... Az úgy baráti. Van egy ugrató.
majd eljövünk megnézni. Valami olyan géppel, amit majd így kapunk, és úgy jó is lesz, tehát hogy úgy érezhetően nyomhatod neki. Az a baj, hogy lassítanom kellene, hogy lássam, hogy hol a bejárat. De amúgy nem lassíthatok. Ott van a kapuban. Gyerünk már. Jó, hát... Na, ilyen 15 másodperc. Ott a kocsi. Az is egy taxi. Az meg itt lent lesz. Azaz, Hoboken-ben. Onnan meg megnézzük, ha minden igaz. Jók, bocs. Ez nem volt zebra. Hát itt most annyit csinálunk, hogy elmegyünk itt oldalra. Le lehetne ugrálgatni ott, ahol leszoktam. Ott át lehetne húzni. De nem merek kockáztatni, mert az a baj, hogy az annyira rossz, hogyha egy picit is sietek és megpattan az autó valamelyik kerekén, akkor úgy, ahogy van, csapja oldalra az egész gépet. De már így van két taxink. Mindegyik taxi lesz. De nem már. Adjál már valami... Hát nem tudom, hogy lenne értelmesebb. Menjünk körbe. Azért, mert hogyha körbe megyünk... Így. Ez az. Akkor így pont a parkolóra jutunk ki, és nem kell kanyarogni. Jön a villanyos. Megmentelek, autó! Hogy az a mekkora az a izé, az a... mi a franc az ott? Az nem bomba, az egy... Ez mi? Hello! Hát szia, szépség! Ott áll a csóka, azt mondtam az előbb, de nem tudom, hogy az mit akarhat tőlünk. Ó! Azt a büdös! Woohoo! Kőkemény. Azért ezzel taxizni? Na, de ez legalább már halad. Úgy, de szép hangja van amúgy. Lopunk egy autót és elmegyünk a sárgáért. Csók! Ups! V8 Hot Rod. Hát ezek nagyon komolyak. Pici helyet lehet, hogy hagyni kellene kint. Hogy legalább be tudjak szállni, ha be akarok. Na, elmegyünk a narancssárgáért. Ez annyira nem volt vészes. Jó, hát azért beleizzasztott egy kicsit abba, hogy... mindegy, jó neki... Öcsém, hogy itt mindig ugyanaz a kocsi áll. Annyiért lopunk még. Jaj, el kellene menteni, hé, még valami gond nem lesz. Hűha. Nem félek attól, hogy engem kirabolnak, mi? Játék elmentve. Valószínű elmentette akkor is, amikor megcsináltuk az előző bombás küldetést, de... nincs kedvem feltörni.
Hello. Igen. Autórablás! Szóval elmegyünk a narancssárgáért, meg megnézzük, hogy a fekete ott van-e még felborítva. Azt is elhozzuk. Hadd legyen. A narancssárgát azt itt hagytam lent. Azzal elmegyünk a templomhoz. Nem jó. Haza kellene vinni a narancssárgát. Úgyis mindig hazahozzuk a kocsikat, tehát hogy a narancssárgának jó, hogyha itthon van. Csak sokat nem érünk vele, hogyha otthon van. Ez a baj. Ez a legnagyobb baj. Mert mindig el fogunk vele menni egy másik küldetésre. Hej, hej. Mindegy. Mert csak ez azért megy. Megnézzük, mert hogyha ott van a fekete fel, fordítva a templom előtt, akkor visszafordítjuk. Ezzel vissza is tudom. Jó, akkor vetted észre, bazd meg. Egy autó akar elgázolni. Mert az a kérdés, hogy mivel, hogy küldetéshez kaptam. Nem, itt van. Akkor fogok röhögni. Most innen lelököm. Jó, az nem is tudom tovább lökni. Majdnem. Nem kell nekünk rá szélvédő. Ezt pont erre számítottam. Lefordul és átfordul a másik oldalára. Na jó, ezt valahogy innen meg kell próbálnunk kivadászni. Most nem tudok beleszállni, mert hogy nem tudok beleszállni. Erre? Itt mintha valamit kidobott volna. Azaz. Nem? Vagy meg nem tudsz felszállni? Ide jön. Mehetek körbe a lépcsőn. Ez, én lusta vagyok. Na, annyit csinálunk, hogy hátulról csapunk rajta egyet. Hátha. Így. Ha, megvan. Jó, ezt visszük haza. Azt meg ki kell teríteni, hogy hol lehet őket megszerelni. Lukánál megnézzük. Na, most úgyse vagyunk túl messze tőle. Nézzük meg, hát ha megjavítja nekünk. Vagy valamilyen módon meg tudjuk őket javítgatni. Pénzünk nincs, tehát a Freeride-hoz képest itt annyival másabb a játék, hogy nincsen pénz. Legalábbis nem látok sehol. Még lehet, amúgy annyira élvezem ezt a játékot néha, hogy még az is lehet, hogy amúgy elkezdünk egy kicsit freeride-ozni. Egy kicsit gangsterkedünk még, de majd ez kiderül. Először ezt az extrémet akarnám letolni, hogy úgy emlékszem, hogy ha az extrémben feloldom az autókat, azok ugyanúgy benne lesznek az a freeride-ban is. Nem akarok hülyeséget mondani, de én úgy emlékszem, hogy igen. Nem, ez zárva. Nem tudom sehogy megjavítani mi. Az a baj, hogy össze vannak törve az autóink. Hátulról se tudok bemenni? Várjál már, mert ezt a kaput nem is néztem, hogy nyitva van. Nem. Mi van, Luka, bezártál?
Azon gondolkodom, hogy hol lehet még olyan hely a városon belül, ahol lehet autót javítani. Nem nagyon látok rá lehetőséget, hogy megjavítsuk. Úgyhogy, hát ezek akkor ilyen egyszer használatos autók, vagyis hát nem annyira. De... ja, hát na, ez van. Így akkor... hát szerintem nem nagyon foglalkozunk a másik autóval se, mert felesleges. Ezt mindig ott hagyjuk valahol. Én most tudom, hogy mit akarok. Itt láttuk a... itt le kéne menni. Megnézzük, az mit ad az a csókánk. Itt a... az Oak Hill-i feljárónál. Már ha ilyen aranyosan integetott nekünk, és láttuk is róla a képet. Meglátjuk, hogy mit tud. Oké. Okay. Jó lenne három teljes küldetéssel lezárni ezt a videót. De úgy látom, hogy ez a saját autóim. Hello. Hűha. Ez nem tűnik jónak. Na lássuk. Cseréld ki helyes sorrendben a három versenyautót, és kapsz ebben az udvarban egy extra autót. Szóval... hogy mi van? Ezt? El kell innen vinnünk? Cseréld ki helyes sorrendben a három versenyautót a teherautókon, és kapsz ebben az udvarban egy extra autót. Az a baj, hogy most baromira nem tudom, hogy hol van a másik kettő. Ezt lehet újra kezdjük. Na nézzük, még egyszer. Tehát ezt el kell vinnem ide. Ja, ez a izé, tudom. És utána pedig valami híd alá. Ez az egyik felnyílós híd. Jó. Central Islanden, várjál már most, az a baj, hogy a... mindegy, szállj be.
Elvileg egy olyan nagyjából 10 percünk van megcsinálni a küldetést. Ahogy így elnézem az órát. Hol van itt a jail? Lehet, hogy elsőre elbukjuk, de legalább tudni fogom, hogy mi hol van. Így meg aztán főleg, ha nem akar az autó engedelmeskedni. Öcsém, ott csináltuk az egyik küldetést, tehát tudom, hogy itt van. Nem aggódjuk túl most. És akkor nem ez alatt a híd alatt lesz, hanem majd a másik híd alatt. Csak itt most azon gondolkodom, hogy hol csináltuk a küldetést, mert amúgy oda kell menni, ahol a... ahol a csókát le kellett vadászni puskával. Nem biztos, hogy nem ennyire bent van a... Nem a város belsejében van, mármint hogy... inkább itt. Megvagy. Jó, ezt leszedjük. Eddig jók vagyunk. Ez az a versenyautó, amivel versenyeztünk. Tudom, ki kell cserélni, csak le kellett állnom vele. Na persze, hogy abból az oldalból nem tudsz beszállni. Hát miért is tudnál? Na most azzal van bajom, hogy ezt nem tudom, hogy hogy tudom vezetni. Ide fel. Fordulj, köszi. Ez ahhoz képest nem volt még nehéz. Ez vagy nagyon ki lesz centízve, vagy nagyon elbukom. És szerintem ennek a hídnak a túloldalán van. Ott látok olyan területeket, ahová jobban el tudunk így menni egy autóért. Úgyhogy amennyire csak lehet, megpróbáljuk feltekergetni ezt az autót a hídra. Azaz. Most ne nyílj fel. Azt sem tudom, hogy itt felnyílik-e. És valahol itt kell alattunk lennie amúgy. Ezt benéztem, bocsi. Mert itt ezt nem fogjuk túlagódni. Innen megyünk is be egyből a híd alá. Bocsi. Bocsi.
Ott van, ez az. Gyorsan erről lesz. Pattanunk. Átszállunk gyorsan abba. Brubaker. És ezzel már csak vissza kell mennünk oda a híthoz. Vagy a feljáróhoz. És még van 5 percem. Jó, ezt láttam, hogy nem jól megy, de mondom, hát ha fellaggolunk. Nekem jó. Helyén van, nem? Na, és akkor ezzel már csak most vissza kell tekernünk. Hát, szerintem itt visszamegyünk a hídra. És itt alul át. Az érdekes volt. Ezen nincs duda, mi? Nincs hát. Mondjuk ekkora hanggal nem is kell neki duda. Mondjuk a három közül szerintem amúgy ennek van a legkulturáltabb hangja. Ugye ezért szép hangja van. Hát erre kíváncsi leszek amúgy, hogy ezt a felvevő program hogy veszi fel, mert amúgy azt látom, hogy ilyen maximum van a hangja az autónak. Abban az egyben bízok, hogy a limiter meg a többi, ami rajta van a source-on, az nem fogja szétverni nekem az egészet. Az a baj, hogyha hard limitet rak rá és nem úgy veszi le, akkor recsegni fog. Bár mondjuk, amúgy én így is úgyis recsegősnek hallom a hangját, úgyhogy teljesen mindegy. Innen egy kicsit azért toljuk neki, mert van még körülbelül 2 percem. És még itt körbe kell mennünk a városon. Nem fogok odaérni. Ezt már most látom. Még ha oda is érek, nem biztos, hogy fel tudok állni időben. Bár mondjuk ekkora tempóval... Jó, az a baj, hogy én hozzá vagyok szokva a gyengébb autókhoz. De már! Elkapkodtam. Há? Nem megy. Na még egyszer. Ez így már amúgy nem rossz. Tehát, hogy már most így tudjuk azt, hogy mi hol van. Sok időt elszórakoztam azzal is, míg ezt megtaláltam, mert nem tudtam, hogy hol van a jail. Most már így tudom, hogy felfelé kell mennünk. Central Island közepére. Úgyhogy az így szerintem most jobban fog menni. De ezt meg is csináljuk gyorsan.
Kicsit megkavarom, megmondom őszintén. Ahhoz képest jó a tapadása ennek a kis takonynak. Lehet mondjuk egy versenyautónak kell is. De ez a felfüggesztés. Szerintem egyik autónk sem pattog ennyire, mint ez. Vagy csak nem látjuk. De ennél nagyon látványos, ahogy ugrál az úton. Megoldottam. Hát így már van esélyünk. Szerintem legalábbis. Nem bénázom el a felállást, akkor az előző is meg lett volna. Csak hát muszáj volt elrontanom, tehát hogy... Elsőre... Muszáj minden küldetést elrontani egyszer legalább. Első körben ezt milyen szépen megoldottam, nem? Most meg az Istenért nem akar felmenni. Egyenesen már egy kicsit. Na. Ó, azt hittem. Ó, kilóg a lábam. Kilóg a Tomi láb. Jó, ezzel átmegyünk gyorsan a híd alatt. A híd alatt. Ez az. Szutke szemít! Hát ez nem az a feljáró. Ne. Oké, még meg vagyunk. Egyel előrébb jöttem fel. Itt akartam amúgy kijönni, de megoldottuk. Ez az. Ott át. Ez az. No, még nagyon jók vagyunk. Persze, hogy a másik oldalról kell feszállni. Tudom, ott ahol a deszka van, tudom, teljesen tisztában vagyok vele, csak... Hmm.
Állj már meg! Szállj ki! Gyorsan beszállni abba. Ráfordulunk. Új játék ezzel a kamerával, amit kikészítesz. Ez aránylag balesetmentes dolog volt. Gyorsan ide. És már vegyünk is a Brubakerrel. Megpróbálok vele a lehető legjobban felelni, de... Az a baj, hogy ugyanannyi időm van, mint az előzőben. Nem lett volna vele gond, hogyha nem tökölészek el azzal, hogy... ...hogy megpróbáltam ráállni az autóra, nem tudom hányszor nem sikerült egymás után. Á! Az a baj, most azon gondolkodom, lehet, hogy a hídon gyorsabb lett volna, mert így nem kell felkanyarognunk, ha a hídon megyünk, de már most mindegy, már most ebbe az irányba jöttem. Mert most ezért nem indulok el a másik irányba. Annyi, hogy itt is egy kicsit sétakocsikáztam az előbb. Nem akartam összetörni az autót, de most már még az se érdekel, mert amúgy ahhoz képest szívósak. Lehet, hogy úgy kellene, hogy nem is ott fordulunk el, hanem egyből itt. Vágunk egy 90-et, ott a végén ki jobbra, és akkor mint a hülye ott végig felfelé. Még mindig van vagy 3 perc. 2,5. És pont ilyenkor fordul ki el, én mikor koncentrálok, hogy ne boruljunk, ne menjünk neki semminek. Ó, nagyon jók vagyunk. Hello, hát nagyon sok időnk van még. Megint kezdem. Á, látom a problémát. Aha. Jó, megvan, hogy mi a gond. Az, hogy ez az autó a legkeskenyebb az összes közül. Nézd meg, már megint nincsen időm. Nyertem egy autót! Úgy de jól nézel ki, öcsém. Aha! Na, lássuk, mit tudsz. Hát... Ezért a többihez képest szerintem szolid. Megy, mert szépen megy amúgy. De szerintem az előzőekhez képest ez egy kicsit visszafogottabb hangra is. Meg úgy gyorsulásra is azért érezhetően lassabb, mint az előző. 2. Nem baj, 3 autónk már van.
Úgyhogy megyünk majd tovább. Ezt még hazaviszem, lerakom. Lopok megint egy kocsit, hogy tudjak menni a valamelyik autóvért. Öcsém, ez a kamera mozgás. Nos. Három autó csoda. Megvan. 19 van. Azért még messze vagyunk a jótól. Na jól van, találkozunk a következő részben. Visszük tovább ezt a drága küldetést. Megpróbáljuk a lehető legtöbb autót ellopni. Vigyázzatok magatokra, találkozunk a következő részben. Sziasztok!